Kismányokon igazi jó idő társult a Közösségi Ház udvarán megtartott népviselet napja rendezvényhez, amely egyúttal a Tündérkert kézműves piac szezonnyitója is volt egyben. A délután folyamán többek között a sárközi, felvidéki, német, moldvai, mezőségi, székelyföldi, bukovinai viseleteket láthatták, és egy-egy előadásnak köszönhetően a népcsoportok hagyományait ismerhették meg az érdeklődők. Az 1910 körül sokszínűvé vált siolgárdi viselet kifejlődésében, hímzés és forma világában közel áll a kalocsaihoz, de attól teljesen független. Siolgárdról érkeztem, többet magammal, és ami rajtam látható, az egy ünneplős, félünneplős viselet. A siolgárdi viseletnek jellemzője, hogy árulkodik a viselőjének az életkoráról, arról, hogy milyen alkalomra vette föl. Rajta most egy ilyen kék-lila bordó összeállítás van, ez már nem a fiatalok, hanem az idősebb korosztálynak az öltözéke. A női viseletnek ugye az a jellemzője, hogy amikor bekötik a lánynak a fejét, akkor ugye egy asszony fejfedőt kap, így az én fejem is, ugye mivel férjezett vagyok, így ez megjelenik a viseletben is, és van rajtam egy kendő, egy bukó igazából. A lányoknak a haja fonott. Általában az a jellemző, hogy ugye fiatal korban még a legegyszerűbb hímzés díszíti a ruhákat. Itt a színeket tekintve a piros, bordó, permetes kék színek jelennek meg. Aztán idősebb korban ez a 40-es korosztály fölött 40-50 körül, ott már a pirosat felváltja a lila, a sötétkék és a bordó az ugyanúgy marad, és ahogy idősödik az ember, úgy visszatér a fehér hímzés. Az idősek, ők már a feketéhez fehér hímzést vettek föl, használtak. Most egyetlen kiegészítő, ami nálam van, ez a hímzett zsebkendő. A színvilága az harmonizál a ruhának, a ruhán található hímzésnek a színvilágával. Fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy hol születtünk, honnan származunk, milyen értékek vannak a mai világban, erre nagyon kell vigyázni és ápolni és őrizni a hagyományokat, amíg még lehet. A szervezők hagyományteremtő céllal csatlakoztak tavaly az országos kezdeményezéshez. Ezzel a rendezvénnyel csatlakoztunk a népviseletek napjának országos felhívásához, amit tavaly évben már első alkalommal megrendeztünk. Ezen a napon lehetőséget adunk annak a rengeteg magyar, gyönyörű népviseletnek a bemutatására. Szeretnénk felhívni a figyelmet a sokszínű, gyönyörű magyar népviseletre, a magyar népzenére, a népdalokra és a néptáncra. A környékbeli nemzetiségeket is hívtuk, tehát hívtuk a német nemzetiséget, megszólítottuk a felvidékieket, a sárközi viseletben lévőket, a bukovinai székely viseletben is érkeztek csoportok és együttesek, és ezen a rendezvényen még a busót is felkértük, hogy öltözzön be. Igaz, hogy ő februárban már debütált, és a farsangi rendezvényen ő vezette a csoportot, de most is felkértük. A népviseletben érkezőket nagy tisztelettel és köszönettel megköszönjük, hogy felhúzták erre a napra és erre az alkalomra az a legkedvesebb viseletüket. Elsősorban a csoportok bemutatkozásával kezdődik a műsor. A csoportok között lesz szólótáncos, lesznek a moldvai csángók. A népcsoportok zenéje is helyet kapott az eseményen, amíg a viselet bemutató zajlott, addig a tájegységre jellemző dallamok csendültek fel a rendezvényen. A moldvai csángó viselet különleges darabjáról, a keptáról, amelyet a fiatal emberek szüleiktől, keresztszüleiktől kaptak a lakodalom előtt, mindent elárult viselője. Tartjuk a hagyományainkat, mivel hogy az 1942 és 1947 között Moldvából betelepült moldvai csángó magyar leszármazottja vagyok én is, édesapám gyerekként jöttek, nagymáig ott nőttem föl közöttük. Tehát a csángó kultúrát azt nekem nem kellett megtanulni, beleszülettem. Miből áll a népviselet? Népviseletünk, ez kezdjük föl a kalapnál, mondjuk ez a hímzett szalag,
ezt a lányok szoktak hímezni a fiúknak. Ez gyöngyökből van kivarva, és amikor már komoly az együttjárás, tehát közeledik, hogy jegybe járjanak, akkor szokták ezt a lányok ajándékozni a fiúknak. Ezt úgy nevezik, hogy cuk. Ezt fölteszik a kalapjukra a fiúk, és akkor látják, akkor már tudják, hogy itt már valami közeli kapcsolat van fiú és lány között. Az inget, ezeket mindent saját maguk kézzel készítettek. Ez lenbászomból van, ezt a lent azt lekaszálták, megtörték, megtilolták, fonalat csináltak belőle, kilúgozták, hogy fehér legyen, ezek inkább ilyen ünnepviselet volt, és akkor utána megszőtték kézzel. A kihímezték az alját neki, az ingujját, ezek magyar falusi hímzés, mert minden községnek megvoltak a jellegzetes hímzési mintái, és abban az időben, hogyha valaki átment a Menyecske, meg egy fiatalember egy másik faluba, egy rendezvény, egy mulatságba, akkor meg tudták mondani, hogy ez magyar faluból jött, ez Rekecsinből, vagy ez Gajcsánból. Ezt általában fiatal emberek szokták kapni a szüleiktől, vagy keresztapától a lakodalom előtt, és amikor ezt megkapják, akkor csak nagyon kevés hímzés van benne elől, meg az ujjai, és utána, amikor ezek a hímzések úgy kerülnek bele, amikor megházasodik a fiatal ember, akkor elviszik a kozsokárhoz, aki ezt várta annak idején, és belehímezik képírással, hogy megházasodott. Aztán megszületik az első gyermek, azt is belehímzik. És akkor meghalt a nagymama. Tehát a nagyobb családi eseményeket mind belehímzik képírással, és amikor elérkezik meg ilyen 60-70 éves koráig a tulajdonosa, akkor a megtelik a keptár. De ha nem, akkor továbbadják a gyermeknek, a következő generációnak, és ez valószínűleg ez két generációnak a keptárja volt, ez közel 150-160 éves. A táncos bemutatók sem hiányoztak a Kismányoki Népviselet napi rendezvényről. A Bonyhádi Székelykör gyermektánc csoportja bukovonyai viseletben állt ki a színpadra.